Alig kezdett el dolgozni az új honvédelmi miniszter, a katonaság már is mozgolódik a déli határnál. Bár a bevetésükről csak szeptember végére lehet törvény, egy hadgyakorlattal készülnek a feladatra. Határozott fellépés 2015, így nevezték el az akciót. Terepruhás katonákat eddig csak a kerítés építésénél láttunk a déli határon. Július közepén álltak neki a munkának, közmunkások, rabok is segítettek. Majd lényegében azonnal kiderült, hogy a szögesdrót nem állítja meg a menekülőket. Ezért és a munka lassúságáért Hende Csaba volt honvédelmi miniszter vitte el a balhét. Az utódjának kinevezett Simicsko Istvántól ma ezzel a képsorral búcsúztak eddigi munkahelyén az Emberi Erőforrás Minisztériumban. Maga a miniszter ölelgette. A hadgyakorlat részeként Hódmezővásárhely és Baja környékén lehet majd a katonák megjelenésére számítani, és a két város melletti településeken. A honvédség katonai és technikai eszközöket szállít a térségbe, ezért egy közleményben türelmet kértek. Előre figyelmeztettek, hogy a katonai konvojok az ország útjain esetleges torlódást is okozhatnak. Itt a Honvéd kórházban pedig összeírják azokat az orvosokat, ápolókat, akiket szükség esetén a déli határhoz vezényelhetnek. Ezt az Index írta meg. Kerestük a kórházat, hogy a kieső embereket miképpen pótolják, de még várjuk a válaszukat. Biztosítania kell a magyar rendőr szakszerű működését és intézkedéseit a magyar katonáknak. Ezért kell oda vezényelni a katonaságot, ezt mondta az M1-en az új honvédelmi miniszter. Most 2000 katona van ott, de sokkal több lesz. Azt mondta, ha kell, önvédelemre a fegyvereiket is használhatják. Hogyha hatalmas méretű fenyegetés éri, amikor testi épségét és életét fenyegeti valaki, vagy valakik, akkor természetesen fegyvert a rendőr mai napig használt, és a katona is használhat. A katonák bevetésének ötletét egyébként a Jobbiktól nyúlta le a kormány, de a radikális pártban látszólag nem sértődtek meg ezen. Már bejelentették, hogy megszavazzák az ehhez szükséges törvénymódosítást. Rédli Balázs, 7-24.